Van nekem egy kedvenc Ábrám, ez a német és a magyar gazdaság alakulása. Ennek a, a, az előadásnak egyébként, amit itt el fogok mondani önöknek, az alapja az egy tavaly tartott kormánykonferencia, amikor a miniszterelnök úr arra kért, hogy, hogy elemezzem a magyar gazdaság helyzetét és a várható folyamatokat. Ezen részt vettek a, a miniszterek, államtitkárok, nagyjából olyan 150, Kormánytag, és uh, miután uh, a miniszterelnök úr és Lázár János uh, miniszter vezette az ülést, ezért uh, telefonálni se nagyon ment ki senki, ezt uh, tudt képzelni magát a, a szituációt. Na és hát akkor kaptam 20 percet, hogy beszéljek a gazdaságról, és uh, uh, valójában két óra lett belőle. De most megpróbálom nagyon gyorsan összeszedni, hogy helyre tegyem, vagy nem hogy helyre tegyem, hanem hogy fölvázoljam azt, hogy hogy néznek ki a folyamataink. Nos, ez a görbe, ezt mi már évek óta nézzük egyébként, 2008 óta, ez a német és a magyar gazdaság folyamatainak az alakulása. És a zöld az a német gazdaság, jó látszik, hogy egyszerre zuhan le a Lehman Brothers szeptember 28-ai összeomlása után a német és a magyar gazdaság, azonban a német gazdaságnak a helyreállása lényegesen gyorsabb, a német gazdaság 2010-re elérte tulajdonképpen a, a válság előtti állapotot, miközben a magyar gazdaságban van egy újabb visszaesés 2012-tájékán. Ugyanakkor a harmadik nagy összefüggés, hogy a mi növekedési ütemünk 2013-tól kezdve lényegesen meredekebb, mint az Európai Unió növekedése, lényegesen gyorsabb, ami egyúttal azt jelenti, hogy van egy reál konvergencia. Tehát van egy valódi felzárkózás. Persze lehet azt mondani, hogy a vakok országában a félszemű a király, és, és nem igazán jól megy az uniónak mostanában, de azt azért nem szabad elfelejtenünk, hogy itt valóban van egy erőteljes növekedés. Mi van emögött? Mi az, amit emögött látni kell? Az egyik összefüggés, hogy 2000, 1990 és 2010 között a magyar GDP az 13,5 szeresével növekedett. Tehát 13-szor lett nagyobb a GDP, 20 esztendő alatt, mint korábban. Ugyanakkor az adóság szolgálatunk, tehát amit fizetnünk kellett, az több, mint 25-szörösére növekedett. Ebben benne volt árfolyam, benne volt sok minden más, de tessék elképzelni azt a családot, akinek 13-szorosára nő a jövedelme, és 25-szörösére a fizetendő összeg. Vagy azt a vállalatot, ahol ez a folyamat zajlik. Vagy azt az országot. Ez nyilván nem egy föntartható, ez egy szükségszerűen... Felboruló folyamat. Ráadásul ez egy felgyorsuló folyamat volt. 2008-tól volt egy gyorsuló jövedelem kiáramlás az országból, volt egy IMF és EU gyámság, hiszen kénytelenek voltunk a trojkának a szabályait betartani gazdaságpolitikában. Rosszabbul álltunk, mint a görögök. Ezen utóbb most mosolygunk, de Görögország államiságában szinte megszűnt. Tehát most, ha elmennek Görögországba, Tegnap vacsoráztam itt egy nagy nemzetközi cégnek a vezetőjével, és kérdeztem, hogy hogy érzi magát. Itt pár napja van Magyarországon, és az volt a válasz, hogy Görögországból jövök. Ebben benne volt minden, ebben benne volt az, hogy itt csak jobban érezheti magát, mint bárhol máshol. És hát volt egy folyamatos kritikánk, elnök úr emlékszik rá, hogy milyen konfliktusaink voltak az akkori kormányjal, Ugye mondtuk, hogy mondjanak le, ők megmondták, hogy mi mondjunk le. Aztán az akkori miniszterelnök az azt mondta, hogy akkor menjünk vissza, hogyha a kamaraelnökét már nem úgy hívják, ahogy, ahogy engem hívnak. Én azt mondtam neki, hogy akkor jövünk vissza, ha már nem úgy hívják a miniszterelnököt, ahogy őt hívják. De egyre komolyabb konfliktusok voltak, egyébként tartottuk a szavunkat, tehát végül is a csere az összejött. Nos, mi történt 2010 után? És ebben szeretném ezt, ezt, ezt magam szoktam írni az előadásokat, és emiatt e, e, talán néha hibázok. Itt a Szlovák Zurinda kormány történetére és Németországban a Schröder kormánynak a történetére e, szeretnék utalni, hogy mi történt akkor, e, ők annak idején, de vagy tíz évvel korábban megtették azokat a lépéseket, amiket Magyarország 2010 ben volt kénytelen, vagy volt képes megtenni, teljesítményközpontú lett az adórendszer, a segélyezés rendszere átalakult, a foglalkoztatás szabályai átalakultak, a gyermekvállalás ösztönzése megtörtént, a nyugdíjrendszer átalakult, hihetetlen sokat kritizáltuk, akkor a nyugdíjrendszert, és általában a segélyezést, és általában a, a, te, a teljesítmény nélkül valóhoz jövelen az jutás. Ugyanakkor ahhoz képest, amit Zurindáék vagy a, vagy a Schröderék megcsináltak, 2010-ben, 2013-ban Magyarország messzebb ment. Kiszélesítette a közteherviselést, beleértve a különadókat, a versenyszabályozást jelentősen szigorította, átalakította az energiapolitikát és annak a szabályozó rendszerét. Az EU-s források egy újfajta szemléletű felhasználásba kerültek. Emlékeznek rá, mennyit kritizáltuk a ravatalozó felújításokat, a kerékpárutakat és sok minden mást. A gazdaság szervezés jelentősen erősödött, most éppen a cégbíróságnak az átvétele az, ami a, a vita tárgya. És ebben szeretnék egy picit kamarai reklámot csinálni. Tetszenek emlékezni, hogy öt éve a körbetartozás mennyire fontos témája volt a magyar közbeszédnek? És én nem állítom, hogy mi oldottuk meg. De az, hogy az építőipari cégekből, százezerből csináltunk ötvenezret a regisztráción keresztül, hogy a kötelező kamarai regisztrációban rálátunk a szereplőkre, hogy van egy teljesítésigazoló szakértői szerv, ahol nyíltan, nyilvánosan a kisvállalkozások felé lejt a pálya, ezek mind-mind olyan pici, apró kis lépésecskék, pici kis lépésecskék, amíg egy gazdaság szervezés irányába mutatnak. Önök itt élnek az osztrák határnál, pontosan tudják, hogy mi a különbség az osztrák gazdaságszervezés, meg a magyar gazdaság szervezés között. Tehát én azt gondolom, hogy ezen az úton nekünk tovább kell menni, és nem véletlen, hogy ezt a cégbíróság ügyet veszegetjük, mert azt gondoljuk, hogy az is egy olyan adatbázist hozna be a rendszerünkbe, amin keresztül az üzleti élet biztonsága javítható lenne. Átszervezésre kerültek a, a közigazgatás egységei. Régióról már nem is beszélünk. Mellesleg, ha valahol régió vicces volt, az nagyjából ez a régió volt. Mert azért Nagykanizsáról Győr, az mondjuk földrajzilag nézve és üzletileg nézve át kellően messze van. A járások megerősödtek, a megyei önkormányzatok szerepe hihetetlen mértékben megváltozott, hihetetlen mértékben. Miként a településeknek is a mozgástere, polgármester úr pontosan emlékszik rá, hogy milyen volt akkor a mozgástér, és milyen lehet most egy polgármester mozgástere. Szanálásra kerültek ezek tulajdonképpen, az igazságszolgáltatás átalakítása, az nagyon halványan zajlik csak, bár ebben a cégbíróság egy lépés lehet, az MNB szerepvállalása hihetetlen mértékben módosult. Gondoljanak arra, hogy a rendszerváltás óta gyakorlatilag az elmúlt 21 néhány évben végig, végig ellentétes pólusú volt a kormány és a jegybank. Tehát, amikor jobboldali volt a kormány, akkor baloldali volt a jegybank elnök. Amikor baloldali volt a kormány, jobboldali volt a jegybank elnök. Most ezt ki lehet számolni, hogy amikor 26 ezer milliárdot kell finanszírozni, mert ennyi az államadóságunk, akkor ott egy százalék mit jelent? Vagy kettő, vagy három, vagy öt, vagy netán nyolc, hiszen volt 12-13 százalék is a jegybank alapkamatunk. Tehát őrületes pénzekről beszélünk. Devizahitelezésnek a leállítása, bankrendszer visszainak az átrendezése, MKB Budapestban, online pénztárgépeknek a bevezetése, most ennek majd a bővítése hamarosan, a fekete gazdaság erőteljes visszaszorítása, és hát nagyon fontos elem volt ebben az IMF és az EU ö, szerepének a megváltoztatása, ha úgy tetszik a kiszorítása. Az eredményekről nem fogok beszélni, ezt e, majd talán köszöntéjében államtitkár úr megteszi. Ma a magyar gazdaságnak nincs olyan makrogazdasági mutatója, ami ne lenne benne Európa első három mutatója között. Teljesen mindegy növekedés, fogyasztásbővülés, infláció, megtakarítás növekedés, e, beruházás növekedés, exportbővülés. Amióta a magyar írott történelem létezik, akkor a külker mérleg többletünk nem volt, mint amekkora tavaly. Nyilván ez részben köszönhető az olajárnak, de de akkor is azért a magyar teljesítmény ilyen szempontból elképesztő volt. Ezen a bizonyos kormánykonferencián egyébként nagy derültséget keltett, amikor azt mondtam, hogy egyébként meg ráadásul nem volt 2014-ben választási költségvetés, a rendszerváltás után minden, minden négy évben választási költségvetés volt, mert jót nevettek ezen, mondtam, módosítottam az álláspontomat, mondtam, hogy legalábbis mi nem láttuk. Lehet, hogy volt, de mi nem láttuk. Ugyanakkor említettem önöknek, hogy 2014 körül volt egy visszaesés. 13 körül volt egy gazdasági visszaesés a növekedésben, aminek az okai nagyon egyszerűek. Ezek a transformációval együtt járó veszteségek, a változással együtt járó veszteségek, hiszen a devizahitelezés leállítása az megállította a belső fogyasztást. A PPP programok leállítása az nyilván beruházás ellenes lépésnek bizonyult rövid távon. Az önkormányzatok hitelfelvételének a szűkítése megint csak rövid távon beruházás szűkítő volt. Az EU-s források elosztó rendszerének az átalakítása az rövid távon befékezte a rendszert, hiszen át az átalakítás az magát a struktúrát érintette. A külön adók, pénzügyi, biztosítási, energiaelosztó szektor átalakítása mind-mind ezzel együtt járt ha belegondolnak, az elmúlt években nem épültek plázák. Nem is mennek tönkre a belvárosaink. Mert azért a kettő együtt járt. Tehát amikor megépül egy bláza a város szélén, akkor annak a következménye, hogy a sugárutak, meg a belső körgyűrűk, vagy a belső városrészek, azok elveszítik a vásárlóerőt. Erősebb a piaci és versenyszabályozás, nyilván a rezsicsökkentés sem növelte a befektetési kedvet, hiszen ha azt mondom, egy külföldi energiaszolgáltatónak, hogy téged szeretnélek kitenni a piacról, akkor az aligha fog utána nagy lelkesedéssel befektetni Magyarországon. És általában a nemzeti érdekeknek az artikulálása és felismerése az nagyon sokat jelentett. Eredményeket végigmondtam. A következő kérdés az az, és, és itt meg tudom válaszolni önöknek, hogy a Kamara miért szól bele dolgokba, és ebben miért van egyébként egy remek együttműködésünk államtitkár úrra. Kérdés az, hogy a növekedés föntartható-e azok után a lépések után, amiket megtett Magyarország. Egyébként nagy áldozatok árán. És nekünk az az állításunk, hogy hosszú távon nem föntartható. Tehát még további lépéseket kell tennünk, és ezek a további lépések, láttam, hogy mindjárt egy víruskezelő program is jön, ezek levezethetőek abból, hogy a világ gazdaság történetében a nagy sztorik, a nagy stiker, siker sztorik azok mire vezethetők vissza. Emlékeznek a német újjáépítésre, amikor Németország egy romokban heverő, háborút vesztett országból Európa gazdasági nagyhatalma lett, és mai napig az. vagy Japánra hasonló helyzetben, aki a Japán csodát megvalósította, vagy Dél-Koreára, alig ha van itt valaki, akinek nem Samsung vagy LG mikrohullámi sütője volt annak idején, illetve magára a nokia aki a telekommunikációs lehetőségeket ragadta meg. És nekünk az az állításunk, hogy három dolog kell a sikerhez. És ebben erősen biztatjuk a kormányt, nem is alaptalanul. Az egyik az, hogy dolgozni kell. Teljesítmény nélkül nincs eredmény. Mi vállalkozók vagyunk, pontosan tudjuk, ha reggel nem kelünk föl és nem megyünk be, és nem csináljuk meg a dolgunkat, akkor azt helyettünk más nem fogja elvégezni. Vagy csak rövid ideig. Így van? A másik az a kitartás a reformok és az alrendszerek átalakítása mellett. Nem térhetünk vissza arra az útra, hogy azt mondjuk, hogy valaki többet keres, mondjuk a, a különböző segélyek igénybevételével, mint hogyha elmenne dolgozni. Ezt nem szabad megengedni. Ez a magyar vállalkozói társadalom számára elfogadhatatlan út. A harmadik és ez, a, ez az előző példa, ugye a, a, a négy ország, amit felsoroltam, a tudás és a gazdaság összekapcsolása. És amikor azt látják, hogy a kamara beleszól abba, hogy hogy nézzen ki a képzés, hogy nézzen ki a kutatásfejlesztés, akkor emögött ez a logika van. Mert mi pontosan tudjuk, hogy ha nincs megfelelő munkaerő a gazdasági szereplők mögött, akkor a gazdasági szereplők nem lehetek sikeresek. Ezért van az, hogy beleálltunk nagyon erősen a szakképzés átalakításába, egyébként ott állunk a legjobban, azt kell mondjam, és gratulálhatok magunknak, és a minisztériumnak is, hiszen a Pedagógus Strike, ami egyébként erősen politikai töltető, az a szakképzésnek, az intézményrendszerét valójában nem érintette meg, tehát azt elkerülte, ami azért közel 400 intézmény, tehát azért nem kevés, a, a tétel, és azért az összes tanuló diáknak az egyharmada, tehát jelentős létszámról beszélünk. A másik ilyen felület a felsőoktatás. Ott egyébként én személy szerint is hát rengeteg kritikát kaptam, és uh, amikor elkezdtük a felsőoktatás átalakítását, akkor nagyon nehéz volt beleállni abba, hogy elmagyarázzuk, hogy van 550 ezer, 550 ezer férőhely, és van kevesebb, mint 300 ezer hallgató melyik cég az, aki ezt kibírja? Aki egy, aki egy töblet, kétszeres kapacitást működtetni tud. Hát ez a cég tönkre megy. És amikor elkezdtük átalakítani, akkor emlékeznek a pedagógus, a, a diáktüntetésekre, a mindenféle balhéra. Eltelt két év, mire meg tudtuk értetni a magyar társadalommal, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy olyan tudásra tegyen szert a diák, amit később a piacon el tud adni. De ezek a gyerekek azért tüntettek, hogy olyan, olyan tanfolyamra, olyan szakra járhassanak, ahol egyébként nem volt eladható a tudás, és ahol nem olyasmit tanultak, amivel bármit is lehetett kezdeni. Tehát mint nem, 6 mérnök közgazdász volt például, vagy mérnök menedzser, aki se nem mérnök nem volt, se nem menedzser nem volt. Mert se a közgazdaságtant nem tanulta meg, sem a természettudományos hátterét a dolognak nem tanulta meg, de marha jó csenget, hogy mérnök menedzser. Mert ezeket nyilván le kellett vágni, ezen túl vagyunk, csak azt szeretném ezzel jelezni, nem véletlen, hogy megszólalunk ebben. Hát a következő front az a közoktatás, az ott éppen kellően aktualitáson benne vagyunk. Én azt gondolom, hogy itt megint nagy nagy nyugalommal tudom azt mondani, hogy ezt a meccset is be fogjuk húzni. Nem megy úgy a magyar közoktatás tovább, hogy eddig ment, és nem az, hogy hány órát tanít egy tanár, vagy hányat nem. ezzel lehet vitatkozni, hanem a tudás tartalommal van a baj. A mai magyar tudástartalomban nincsen digitális oktatás, digitális oktatás, nem a Harry Potter-t olvassák, hanem még a kőszívő ember fiait, és, és, az idegen nyelv tanítás az katasztrofálisan gyenge. Tehát van egy csomó tudástartalombeli kérdés, és hát a negyedik nagy felület az a felnőtt képzése, be államtitkár úrnak nem lesz könnyű dolga, mert ott pedig egy teljes struktúra váltásra van szükség, be kell vinni a felnőtt képzést abba a egyébként kapacitás felesleggel rendelkező magyar oktatási rendszerbe, ami a közép szintű oktatás, tehát a gimnáziumi és szakközép oktatás, illetve a felsőfokú képzés, és hát ez nyilván rengeteg érdek sérelemmel fog járni, tehát a barátait szám az nem fog jelentősen növekedni a következő időszakban, ezt bátran mondhatom. Gyors leszek, mert itt lejár az idő. Elhoztam egy példát, ez az intézmények gazdálkodása. Egyébként az egészségügyben is messze menőkig támogatnánk a kancellárok bevezetését, messze menőkig. Láttam, hogy most már ez a gondolat is fölmerült. Most itt azt, azt szeretném önöknek bemutatni, hogy a, amikor elkezdtünk arról beszélni, hogy jönnek a kancellárok a felsőoktatásba, akkor meredeken elindult a pénzügyi állapotuk fölfelé az intézményeknek, és amikor bevezetésre került, ez ugye szeptember, onnantól kezdve egy hónap múlva még meredekebbé vált a pálya, miközben a 60 napon túli lejárt tartozás, az jelentősen csökkent. Ez a sárga, ez csak példaként van itt, ez is érdekes egyébként, mert ez a klinikáknak a pénzügyi helyzete, amik azért speciális helyzetben vannak. De ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy amikor azt mondtuk, hogy jön a csősz, már az önmagában egy jelentős változást idézett elő a hozzáállásban. Hát a nagy kérdés a kutatásfejlesztés innováció, ebben nem megyek bele mélyen, bár volna rá okom, Ö, nekünk ebben nagyon komoly kritikánk van. Tegnap egy nagyon hosszú beszélgetésem volt a miniszterelnök úrral, és, és, elmondtam az ezzel kapcsolatos problémáinkat. A, ma a magyar kutatás fejlesztés az nem gazdaság közeli. A gazdasági szereplők K plusz F plusz év pénzhez valójában nem jutnak hozzá, vagy nagyon nehezen jutnak hozzá. Ö, és az tanulmány megy a Irolszal fiókjába. Holott ö, a példa a végtelen egyszerű ha én tudom azt, hogy egy darab drótba bevezetek áramot, és az fölizzik, és fényt bocsájt ki, akkor már tudom, hogy mi az, hogy villanykörte. De ha csak eddig jutok el, akkor még a tudáson kívül semmilyen másnak nem vagyok a birtokában. Nekem azt a drótot be kell tennem egy, egy üvegbúrába, rá kell tennem egy szabványosított csavart, és be kell tudni tekerni a plafonon a foglalatba ha idáig eljutottam, akkor beszélhetek K plusz ről gazdasági értelemben. Ha csak azt tudom, hogy a drót fölizzik és világít, akkor az egy gazdaság szempontjából nézve csekély, hasznosságú vagy haszontalan tudás. EU-s forrásokba nem szeretnék mélyen belemenni, talán csak annyiban, hogy, hogy rengeteg kritikánk volt ezzel kapcsolatban, végre eljutottunk odáig, hogy 60%-a a gazdaságba fog menni, Nyilván nincsenek illúzióim, tehát pontosan tudom, hogy itt azért ebben még rengeteg konfliktus lesz, rengeteg érdek érdekkülönbség lesz. A területfejlesztési operatív programok kapcsán most próbálunk felépíteni egy rendszert, hogy együttműködjen a helyi gazdasági elit, a helyi politikai elittel. Ez sem lesz könnyű, de meg fogjuk tudni csinálni. Ebben azt gondolom, hogy Lázár miniszter úrnak a, a munkahatékonysága az kellő garanciát jelent a számunkra. Össze kell haton hangolnunk a megyei és a városi motivációkat, egyébként óriási különbségek vannak, tehát a megyei önkormányzat és a város, városok érdekei között, és hát nagyon fontos, hogy a beruházásokat továbbra is növelni tudjuk. És aztán a legutolsó gondolat, ezzel be is fejezem egyébként, azért ugrok át itt szlájdokat, mert kevés az idő. Az a világ gyorsulása az az, hogy amit tegnap hittünk valamiről, az mára már nem igaz. És amit ma hiszünk valamiről, az holnap után már nem igaz. És ez a mi életünkben történik. Tehát nem arról van szó, hogy majd a nagypapám megéli, vagy az unokám megéli. Mi fogjuk megélni. Ez a kép, ez Jules Verne 1865-ös regénye, az utazás a holdra. Annak az eredeti illusztrációja, ugye egy nagy ágyúval lövik ki az embert, és akkor megérkezik a holdra. 1865, 1865. Ehhez képest 1869-ben, tehát 100 évvel később, 104 évvel később az ember a holdra lépett. Ez ilyen a technika változása. Tegnap a miniszterelnök úrral arról beszélgettünk, hogy az autóiparban mi fog bekövetkezni a következő pár évben. A, mondjuk az önmagát vezető autó, robotautó tekintetében, vagy a, a benzinnel mi fog történni, és milyen szerepe lesz az elektromosságnak. Tehát hihetetlen sebességgel változnak a dolgok. Ezt a képet, ezt az idősebbek ismerik, ez a Mad Max, ugye a nagy ausztrál film, nagy scientific fiction film, amit tátott szájjal néztünk, és, és valamilyen hihetetlen nagy csoda volt, hogy majd a, majd mi, hova fog a világ fejlődni, és ma itt tart a világ. Három éve vagy két éve ellen tudtuk képzelni. Ellen tudtuk képzelni, hogy ilyen képekkel fogunk találkozni. Amikhez képest a Mad Max az egy gyenge ö, fantázia szülemény. És hogy mit fog holnap vagy holnap után hozni, azt nem tudjuk, és ezzel zárom is, elnök Nem tudjuk. Egyet tudunk, a világ változik és ehhez a változáshoz nekünk a magunk módján alkalmazkodni kell, úgy vállalkozóként, mint emberként, mint kamaraként, mint szervezetként. Nem tudom a választ magam se, annyit tudok, hogy nagyon-nagyon figyelnünk kell, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Köszönöm szépen a figyelmet!